gyerekként mindenki nagyon-nagyon várja a pillanatot, amikor végre egy spiccipőt felhúzhatunk. Ez egy nagyon meghatározó pillanat. Felméri Lili balettművész szavai jól példázzák a spicctánc jelentőségét a balettben, ám a táncosok életében hosszú út vezet a tökéletes spicc kidolgozásáig, és a balett történetében sem volt kezdetektől jelen a ma már meghatározó technika. A balett, mint táncforma, már a 15. századtól létezett, de a művészi kivitelezésű spicctánc csupán 1832-ben jelent meg először a színpadon, már Italioni balerina nevéhez fűződik. Это было первый раз, когда балерина встала на пуанты, потому что ее отец, Филиппо Тальони, старался создать ощущение невесомости. Конечно, это был успех уже на балете Сильфида у Марии Тальони, когда она впервые встала на пуанты. И потом именно для Марии Тальони, это вот как раз до Жизели в Сильфиде, был создан определенный костюм. A Sylphid bemutatása után 9 évvel a Giselle című balett jelentett új mérföldkövet a spicctánc történetében. Jean Corrali és Jules Perrault koreográfiájában a címszerepet elsőként táncoló Carlotta Grisi bizonyíthatta a virtuózitását. A Giselle-ben, az első felvonás női variációban van egy ismétlődő spicc ugrás, ami egy megerőltető, jobban mondva, egy különleges technikát kíván. Ez volt az, ami nagy újdonságot okozott akkoriban, és nagy csodálkozást, hogy micsoda bravúrra képes a balerina. Ami akkoriban szenzációnak számított, hamar elterjedt és mára alapkövetelménnyé vált a balerinákkal szemben. A balettcipő pedig ennek megfelelően számos változáson ment keresztül. Azt a spiccipőt, amit ma használunk és ismerünk, azt Anna Pavlova hordta először. Igazából a francia forradalom még sarka is volt a spiccipőnek. A mai spiccipők csak látszatra egyformák, keménységükben, kialakításukban sok eltérés lehet. Az egyik forgásokhoz, a másik ugrásokhoz megfelelőbb. Így minden balerina számára komoly, személyes döntés, hogy milyen feladathoz milyen spiccipőt húz és pontosan hogyan. Én személy szerint egy ilyen szilikonbetétet használok az orrában, de ebből is nagyon sokféle van. És ezt tesszük a lábujjakra, így. És utána egyszerűen csak belebújunk ebbe a spiccipőbe. Ugye hát egy gumi van, amit a bokánk miatt rögzítünk ide, illetve hát a szalag, ami ugye elengedhetetlen kelléke a spiccipőnek. Ezt is biztosan be kell csomózni, hogy véletlenségből se legyen baj, eltűrjük a madzagot, és tulajdonképpen már rajtam is van a spiccipőm. Rutint szerezve felvenni tehát könnyű, de talán nincs olyan, akinek ne jutna eszébe a művészek táncát csodálva, hogy mennyire lehet kényelmetlen, és mennyire teheti tönkre a lábat. Nyilván vannak bőrkeményedéseink, amikre oda kell figyelni, amit érdemes ugye leszedni. Nyilván a körömre az sem mindegy, hogy milyen hosszú a köröm, ugye, hiszen folyamatosan azon állunk, tehát annak sem szabad nagyon picinek lenni, illetve túl nagynak sem. Én azt gondolom, hogy a spiccipő nagyon kényelmes tud lenni, hiszen ennek kényelmesnek kell lennie.